Az elmúlt tanévekhez képest idén sokkal több, 80 diplomát adott ki az Egri Híd Tudományi Főiskola. 30-an kaptak katekéta alapszakos diplomát, 15-en kaptak hittanárnevelő mesterfokozatú diplomát, és újdonság ebben az esztendőben az, hogy 39 pedagógus, aki részt vett egy 2 féléves, hitoktatói jellegű felsőfokú szakirányú képzésben, ők is kaptak egy olyan oklevelet, amely által jogosultak arra, hogy egyházi vagy állami iskolákban a másik tanult tanári szakjuk mellett hitoktatás is végezzenek. A diplomaosztó ünnepség szentmisével vette kezdetét a szeminárium kápolnájában, amelyet dr. Ternyák Csaba érsek mutatott be a főiskola tanáraival. A szentmise elején dr. Dolhai Lajos rektor köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, az egyházmegyének nagy szüksége van jól képzett katekétákra és hitoktatókra, akik megfelelő felkészültséggel segítik a papokat a hitoktatásban és az evangélium hirdetésében. A szentmise prédikációjában dr. Ternyák Csaba érsek a hitoktatók, katekéták, papok evangélium hirdető tevékenységét csapatjátékhoz hasonlította, amelyben mindenkinek egyaránt fontos szerepe van. Ebben a csapatban, amiben elkezdenek játszani, és elkezdenek oktatni, és az egyházközség nagy csapatában is, én kérem azt, hogy vegyék ki mindannyian a részüket, hogy a plébános atyáknak legyenek olyan munkatársai, olyan támaszai, akik az evangélium hirdetésében is ott vannak. Mint mondta, Jézus Krisztus az igazi gyógyszer a mai világ problémáira. Aki Jézussal, az Eukarisztiával táplálkozik, az a halhatatlanság eledelével táplálkozik. Ott, ahol élünk, abban az iskolában, abban az egyházközségben, abban a közösségben, legyünk mi ennek a meggyőződéses hirdetői, hírnökei, hogy egyedül Jézus képes lehűteni, meggyógyítani ezt a lázas világot. A főpásztor felidézte a papszentelés azon mozzanatát, amikor a püspök átnyújtja az evangéliumos könyvet a szentelendőknek. Szimbolikusan a prédikáció végén a következő szavakkal nyújtotta át az evangéliumos könyvet, a hittankönyvet, a katolikus egyház katekizmusát a leendő hitoktatóknak. Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, azt kövesd is. A szentmise után a hitoktatók ünnepélyesen ígéretet tettek arra, hogy az evangéliumot hűségesen akarják tanítani, majd a főpásztortól és a rektortól sorban átvették diplomájukat. Amikor túl voltunk az államvizsgán, és arra készülöttünk, hogy átvegyük az oklevelet, mindnyájan azt osztottuk meg az osztályba, hogy olyan úgy hirtelen kiüresedtünk. Tehát úgy elfogyott a 3 év, egy hiány, egy űr alakult bennünk, mert nagyon-nagyon jó volt az iskolapadba ülni és hallgatni a tanáratyákat, ahogy az élő hitet átadják nekünk. Nagyon jó volt megismerni másik oldalról és őket, nem csak a szentmise keretén belül, hanem mint tanárként, mindenki a saját területén felkészülve, életpéldákat, élethelyzeteket behozva az iskolapadba, és hát megéreztük az emberségüket, azt a másik oldalt, amit hát hiszem azt, hogy csak a Jóisten segítségével tudják megtenni. Az Egri Hittudományi Főiskola osztatlan hittanári szakára, hittanári mesterszakára, valamint pedagógusoknak 2 féléves szakirányú továbbképzésre augusztus 15-ig lehet még jelentkezni.